Nos, tehát mindenkinek jó napokat kívánok. Itt vagyok újra egy Witcher résszel. Remélem, hogy az előző tetszett nektek. Itt rögtön egy bandita kivégzésével kezdek. Remélem, hogy tetszett nektek az előző rész. Folytatásra is fogok még jönni. Most feljövünk, kinyitjuk a többieknek az utat a felső udvarba, és kinyírunk egy pár banditát, mert miért ne? Hogy... És figyelj, hú, na ez jól nézett ki. Mondok, elmagyad már. Úgy, úgy. És... Halljál már, oh. Jaj, ez fájhatott neki. Jó van, jó van. Gyerünk tovább, és még elkapunk egy párat belőlük, mert miért ne? Na gyere! Úgy... Ugye betöltek a betöltek a kastélyba, hozták a nagy sáska haverjukat, meg a mágust. Aztán bementek a laborba. Feljöttek a felső udvarba, és most ki kell nyitnom a kaput, hogy utánuk jöjjünk. Na de ez ugye nem olyan egyszerű, mert... igen. Ezek a kivégzések nagyon jól néznek ki. Írd már ki. Szóval itt elkapjuk a banditákat, kinyitjuk nekik a kaput, és valószínűleg megyünk tovább mindannyian. Ezek még mindig jól néznek ki. Nem, bocsánat. Eltértem a tártól. Macska ikonra. Aha, X gombbal a gyors ellenségekre tudok ütni. Ez a gyors módnak a bekapcsolása. Az első volt az erős. Ennyi volt, köszönöm szépen, viszontlátásra. Szaladjunk tovább, itt vissza kell váltani Y-nal az erős módra, mert jött a nagy darab. Azt is megbánok, hogy megszülettél! Mit mondtál te nekem? Én aztán nem bánok meg semmit. És ennyi. Na, mit bánok meg? Úgy jó utat lefelé. Na. Tovább, tovább, tovább. Space gomb. Aha, space gombbal ugye meg tudom állítani a játékot. Na, gyorsat. Elkap... Mit fattyú? De... Mit fattyú? Na, ne, nyugi. Gyere. Úgy. Azt nézem, hogy... Az ott a mi varázslónk lenne, Triss. De hogy elnézem, igenis ott lent. Na, jól tartják magukat. Az meg ott ki, az ott a Szabolla. Nagy mágus. Épp ott elszórakoznak, na jó, de én is megyek tovább, nem húzom itt az időt. Hogy? Ott mutatja fenn a térképen a nyíl, hogy erre kell jönni. Nézzünk tovább. Ha? Átvezető. Gyerünk. Szaladj, Geralt, el fognak kapni. Ez nem túl biztató, igen. De tugrott. Nektek ott jó utat, még találkozunk. Vagy remélem nem. Nem tudunk átjutni. Kövess vissza Szabollához. Szabol. Hát ezek mindig csak a Szabolla után mennek. Na ja, gyere ide te. Elkaplak. Ó, elértünk a felső udvarba. Na. Az már fél siker, hogyha mondhatom így. Na gyere, gyere, gyere. Öjj. Mondom, elkapnak. Jó, ennyi voltál. Megnézzük, mi van ebben a hordóban. Kovakő, birkacomb, kecskeháj. Jó, jó. Nálad nincs semmi? Nincs. Na gyere, íjász pajtás. Közel hatban nem megy csak az íjaddal. Az ott fentről fog engem lőni? Lentre fog engem lőni? Hogyha igen, én... Hú, de utálom az íjat. Mit keresel itt? Jön a baltájával.
És... Ah! Igen, kicsikét kicsordult belőle a vére. Itt van valami? Nincs? Akkor menjünk le az... Ha feljött hozzánk az íjász! Ki mondta, hogy tedd el a kardot, Geralt? Hát te se vagy normális. Jön a kis bicskájával, nézzet le! Agyon akar szurkálni a bicskájával. Nem olyan egyszerű az. Ó. Aha. Ennek meg ki tudom rabolni a zsebét. Áfonya. Tiszta jó. Valaki másnak valami? Maradványok ott is. Ú, nézed már, tiszta jó. Sör. A sör az mindig jó. A sör az jó. Akkor is, hogyha nincs. Akkor is, hogyha van. Hülyeséget beszélek, bocsánat. Na gyertek csak! Elkaplak! Na! Hopp! Még jó, hogy az erősek itt hagyták szegénykét egyedül. Jó, leszaladunk, hogy az erősek ut... tettek egy kör! Futóbajnokságok, most elkaplak titeket, hogyha nem baj, de ha baj, akkor is! És... na ezt elkaptam. Ott gurul a feje. Visítani fogsz! Mit fogok visítani? Beleim se tudsz ütni. Na? Na, azt mondja, akkor rá kell kattintani a csörlőre. Oké, rá kell kattintani a csörlőre. Ez senkitől semmit nem tudok elszedni, ez így nem is jó. És itt a csörlő. Na, gyerünk, nyissuk ki a többieknek. Ajaj. Hehe. 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 Úgy, menjetek csak, úgy. Jajajajajaj. Nyugi, béke. Békét ajánlok. Béke. Peace, béke, világ béke. De csúnya vagy. Kedves Marigold, miért nem tudtad ezt a sáskába lőni? A francba, Geralt! Csoda, hogy életben vagy! Szólhattál volna a lépcsőkről. Igen, nem álltott volna, mert majdnem beszakadt. Azt hitték, hogy megjavították tegnap. Mi alig, ha vagyunk kérművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártalanban rejtett. Kicsikét villámos a feje. Nézzetek szembe az igazsággal, dicsérek. Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak titeket. Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard és hóró kaprém. Úgy értem a labort, és ezt te is tudod. Valaki a híres mutagényeiteket akarja. Azt nem adjuk. Ne bocsátkozz találgatásokba. Trissnek igaza lehet. Ki kell találnunk, mit akarnak. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat fordítanunk egy ilyen erős mágusnak egy rémsáskával a nyomban. Van benne valami, igen. Nem engedheted be a banditákat a laborba. Villog a feje. Igazad van, mint mindig, drágám. Geralt, te már ismered a mágusokat. Találd ki, mit akar. Leo majd vezet téged. Okay. Csak felderítés vagy? Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. Jó, vigyázok rá. El tudom intézni. Megnézzük, mi történik. Persze, oda bent, én is ezt mondanám. Ne aggódj. Vidd magaddal ezeket a főzeteket minden esetre. Oh. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Elmondhatom, hogy működnek. Biztosnak kell lennünk, hogy senki más nem fog bejutni. Triss, drágám, maradj velünk arra az esetre, ha Savollának új ötletei támadnak. Jó, megkaptuk az első főzeteinket. Viszont... Triss, hogy nézelte ki. És ott megy előtte a gömb. Viszont én veled akarok beszélni, Veszemír. Mire jók ezek a főzetek? A villámcsapás egy harci főzet. Tested megfeszül. Az adrenalin szétáramlik benned. No. Mellékhatások? Nehezebben koncentrálsz a védekezésre. És más taposság. Aranyhaj, elezd a hajadat. Bocsánat, csak ez így most eszembe jutott, hogy ott állt fenn, én meg ott lenn, aztán... Mindegy. Na, veled is beszélgetni szeretnék, Triss, nehogy menjél. Mit is vártam egy mágustól? Nem ismerem, és nem tetszik a helyzet sem. Hogy érted?
Valaki, aki elég hatalmas, hogy álcázza magát, segített Szabollának. Ha nem lett volna ott, legyőztem volna az alsó udvar védelmét. A mágus, akit láttunk? Aligha. Geralt, kérlek, ne is gondolj rá. Majd meglátjuk. Oké, nem gondolok rá. Még majd meglátjuk, hogy gondolok-e rá egyáltalán. Leo, na, veled kell mennem. Készen állsz, Geralt? Én igen. Igen. Ez az első igazi küzdelmed? Nem, de embert még nem öltem. Maradj közel hozzám. Igen, vigyázok rád. Na jó. Citadella. Geralt, várj! Miért? Mi történt? Valami erős lehet odabent. Idd meg a villámitalt, amit Vesemir adott neked. Ja, oké. Okay. Szóval, inventory... villámital... Oké. Okay. Idegzik... Na. Több információ. 100%-kal több sebzés, 50% mínusz kitérés, és 50%... Aha. Jó van. Nem tudok annyira védekezni, viszont sokkal jobban tudok támadni. Jó. Na. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnöm a mai edzésen. Ha, gratulálok, Leo. Megütötted Lambertet? Gyakoroltunk, mikor a vihar jött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomran ütöttem. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Mindig, mikor Lambert legyőz, azt mondja, hogy van bennem tehetség. Van, látom, milyen jó harcol. Na jó. Aha, hogyha kétszer megnyomom egy irányba a gombot, akkor... Jó, értelek. Figyelj, megmutatom. Két irány egy irányba egy gombot, és így átugrok a feje fölött, például. Jó? Vagy te csak ne üsd hátba a barátomat, értetted? Értetted, te értetted? No, hú. Bántja itt a költöt. Na, szalamandra zavar. Na, oké. Senkinél nincs semmi. Na jó. Gyerünk tovább akkor. Itt sehol nincsen semmi. Aha, csoportos mód. Jó, gyerünk. Ha, jó, ezt már Leo, te elkapod, ugye? Na jó, segítek, hogyha kell. Jó. És ezekből most felszedjük a cuccokat. Nem, felszedjük a cuccokat. Sör és pénz. A sör az mindig jó. Pénz, a sört, hús és pénz, sör és pénz, pénz. Uh-huh. Nem baj, a pénz azért jó. És ebben meg mi van? Még áfonyol. Tiszta jó. Na, gyerünk le, mutasd az utat. Ide? Oké. Okay. Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Oké, okay. Látom, hogy te már vissza is jöttél. Az energia, amit az elemek köréből vontál ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a Witchereket? Panaszkodtál, hogy Szabolláé lesz az összes, és neked egyet se hagy. A fehér farkas látványa keltett benned félelmet. Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott Witcher egy ismert gyilkos. Leo, vissza! Mi? Gyere, szerintem ők hívják fehér farkasnak. Az idő a legfontosabb. Geraltot. Uralom az elemek körének erejét, nem jelentenek veszélyt. És amúgy Geralt miért lenne gyilkos? Nézd meg. Visszadolgozni. 15 percen belül készen akarom látni a mutagéreket. A Witcherek ne zaklassanak minket. Oké, megértettem. Elvágták az utunkat! Széljék a mágikus akadály elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Igen. Kirabolnak minket. Geralt, tisztítsd meg az utat, a jelet használd. Jel? Az Ard.
Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujjam. Varázsold az árdot a törmelékre! Nem emlékszem a jelekre. Menjünk az elemek köréhez, amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Menjünk. Oké. Nyílünk a jelek. Viszont van egy láda. Három kovakő, azaz. Mindig is ezt akartam. Suttogó kövek eleme. Suttogó kövek köde, bocsánat. Sikerült. Törd össze. Miért tudtam, törd össze? Hogy működnie kell. Menjünk vissza, mielőtt Lambert egymaga megöli a rémsáskát. Igen, én is részt akarok benne venni. Jó, szóval leírta, hogy mit jelent az art. Hogyha akartátok volna elolvasni, akkor elcsátok rá a videót, mert az nem látom olyan fontosnak, elég, hogyha én tudom, hogy mire való. És hova kellett? Ide, törteni. Na ezt csinálta ott, amikor feljöttünk a felső udvarba. Ezt már én is meg akartam tanulni. Mit tudtál meg? Sok dolgot. A banditák a labort keresték. A mágus az elemek körét használta, hogy egy mágikus gátfalat hozhasson létre. A minden itt is sosem nőttök fel. Miért nem említetted a kört? Triss, gyermekem, ez nem tűnt fontosnak. Pedig az volt. Kapcsolódott a körhöz, hogy létrehozhasson egy olyan portált, amin keresztül bárhová utazhat és bárhová magával viheti a felszereléseteket. Na ez baj. Hibát követtünk el, de azt mondtad, hogy a mágus ártalmatlan. Azt mondtam, nem ismertem. Azt hiszem, most mindenek előtt a labort kellene védenünk. Van benne valami. Ne pánikolj, Marigold. Tudjuk, hogy látni szeretnéd a mi Witcher titkainkat. Nem fogok kezdeskedni magamért, ha ez az idióta nem fogja be. Elég legyen, Lambert, ne gyötörd Trisst. Mutasd némi tiszteletet. Azaz veszem így. Triss, ha mi a laborhoz megyünk, ők körül fognak venni minket. Mi ismerjük a taktikákat. Talán szét kellene válnunk. Geráltnak igaza van. Meg kell ölnünk a rémsáskát, és védenünk kell a labort. Ehhez szét kell válnunk. Ki merre lesz? Én lemegyek. Csak én törhetem át a gátfalat. Feszemír. Én maradok, és elbánok a rémsáskával és Szavollával. Te, Geralt, mindkettőnknek szüksége lehet a segítségedre. Hát ez nehéz kérdés. Mivel, hogy Triss szimpatikusabb, akarom mondani. A labor az sokkal fontosabbnak találom. Nem tudom, hogy az előbb miért mondtam ezt az okot. Elnézést, szóval én a laborba szeretnék menni. A labor fontos. Én Trisszel megyek. Én is! Eszkel és Lambert velem marad. Szavolla varázsolt. Valami történik. Az nem jó. A föld megremeg, érzed? Áttörnek! Morembű baj lesz, hogy egy híres embert idézzek. Csíj, de csúnya a fejed még mindig. Te is csúnya vagy, nyugi. Gyorsan, védd meg a laboratóriumot! Oké, megyünk a laborba. Szaladjál már, Geralt, le vagy maradva. Kemény küzdelem vár ránk. Vedd el ezt a főzetet, amit Rödbagolynak hívnak. Ez helyreállítja az állóképességedet. Nagyon hasznos lehet, amikor mágusokkal harcolsz. Oké. Menjünk. Jó, szóval azt mondta, hogy igyan meg a Rödbagjot. Oké. Ja, gyerünk tovább. Erre. Itt van egy pár bandit, ezeket elkapom. Vagy nem. Miért jött ez ide? Az ott volt lent a sáskával. Nem mehetsz tovább, fehér ember. Megidézek egy hatalmas démont, aki darabokra szed. Azt próbáld meg. Kimerült a teleportálástól.
Lefoglaljuk őt, és csatlakozunk hozzád, mielőtt áttöröd az akadályt. Oké, de miért mondtad a tervet? Az embereim energiája erősebbé tenni engem. Oké, gyerünk. Hogyha az embereid energiája fog erőssé tenni, akkor az embereidet kinyírom, és nem lesz, ami erőssé tegyem. Na, ehhez mit szólsz? Találom, meg mit csinálsz itt ki? Erre az erős vagy a gyors kény szerintetek? Üssed már! Jó, az az állóképesség. Erre az erős stílus jobb mutatom. Úgy elkaplak. Hú, már megint eltűnt. Ezt a teleportálást én nagyon nem szeretem. Szavolnak. Na gyere csak. Szíjjá kaplak. Na. Na de Szavolna, hova megy? Tudni akarom. Ó, szerusz. Mit csinálsz itt? Hoppá, haha. Hogy? Amíg felállat is, ha csinál legalább sem. Még mennyi életpont? Ah, még félig van. Hogy mindig eltűnik valahova. Nyúú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 ú
Ugye ez mindig elvillámolja ma. Azaz! Meghalt! A labor felé tartanak. Honnan tudod? Mi van azzal a szörnyel az emeleten? Segíteni akartam, de nem tudtam áttörni azon a különös körön. Szabolla fűbe harapott. Ez az, ami számít. Be kell jutnunk a laborba. Jó, hogy neked nem esett bajod, Leo. Maradványok, mi van nála? 16 arany, vagyis oren, bocsánat, birkacomb, salétrom, és zafír, értéktár. Ó. Oké. Viszont ahogy elnézem a videónak a hosszúságát, úgy érzem, hogy itt lesz a játéknak a vége mára legalábbis. A következő részben lemegyünk a laborba, megállítjuk akkor a nagymágust, meg a professzort, hogy menjen onnan, nem szingláljuk, és utána kiderül, hogy mi fog tovább történni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, addig is mindenkinek viszontlátásokra!